Európa szerte több száz zsinagóga volt kivilágítva ezen az éjszakán. 1938. november 9-én és 10-én egy központilag irányított és megtervezett és levezényelt erőszakhullám tombolt végig a náci Németország területén. Egyetlen nap alatt zsinagógák százait gyújtották fel, illetve rongálták meg. Közel 7500 zsidó üzletet fosztottak ki és rongáltak meg. Több száz zsidó állampolgár, Németország területén élő zsidó állampolgár ért atrocitás, és ezen az éjszakán közel 30 ezer embert hurcoltak el koncentrációs táborokba. És hogy miért kristály éjszaka, a nevét a szerte hulló üvegszilánkokról kapta. Nagyon fontos az emlékezés és az emlékeztetés is, és ezért döntött úgy a karcagi hitközség vezetősége, hogy ezen az éjszakán teljes díszvilágításba mutatjuk a karcagi zsinagógát, úgyhogy aki ezen az éjszakán elsétált az épület mellett, akarva és akaratlanul is gyakorlatilag erre emlékezett. A közösségi oldalon többen töltöttek fel fotókat erről, így sokakhoz eljut ennek a kristály éjszakának a története ezáltal.